Ismét igazi kiránduló időben indult el a Salkaházi program természetközeli eseménye. A kis vonatozás az egyik legkedvesebb program a szépkorúak szerint. Van, aki már sokadik alkalommal kirándul a programnak köszönhetően. A végállomás ezúttal is egy hatalmas buli volt, mégpedig Ómassán. Menetrend szerint érkezett a kis vonat a Dorottya utcai végállomásra. A szépkorúak már várták a szerelvényeket. Számukra a mai nap a kirándulásé volt. Az erdőt, vizet, minden belefér. Úgyhogy szeretünk természetbe járni, sőt úszni. Az úszás az úttal kimaradt, de a Salkaházi Sára program egyik legkedveltebb eseménye, a kisvonatos kirándulás a természetet közel hozta a szépkorúakhoz. Vannak, akik minden programon részt vesznek. Voltunk a Fásin, a Várba is voltunk már, meg amikor az egészségünk engedi, akkor részt veszünk. Színházba is voltunk már. De jó, meleg lesz. Jó lesz, de ott fent hűvös. Köszönöm, hogy megkaptam a hozzászólást. Az utazók a város polgármesterével is találkoztak, majd kifutott a Dorottya utcáról a szerelvény, és kezdetét vette a kirándulás. A vonat Ómassáig ment, ahol közös mulatsággal folytatódott a kikapcsolódás. A szépkorúak számára a legfontosabb, hogy közösségben lehessenek, a Salkaházi Sára program pedig változatos módon ezt kínálja nekik. Ezúttal a természet és a kirándulás élményével.